rendbe kéne szedni, hogy esőt voltak itt, én ezt nagyon szégyellem, remélem nem fogja látni a nagy világot. Csak szépet tudok. Az EGANEDE lehetőséget adott nekünk, hogy ezeknek a szobáknak a felújítására. Tehát igényeltem, a bútorokat átcserélhettük. Voltak olyan vendégek, akik több napra jöttek családostól, nem igényelték az én főztömet, tehát a reggelit és a vacsorát. A kis konyhán, amit az előbb láttak, átadtam nekiek, és akkor ők egyedül készítették. Ez több napig tartott így. Az irodától kaptunk vendégeket, azokat viszont a családi házunkba fogadtuk. Ezért kellett a bútorok felújítása, kibővítése. Aztán volt rá lehetőség, hogy mezőgazdasági. Meséltem az előbb arról, hogy elvárások voltak a részünkről, hogy házi pálinka, házi bor. Tehát szőlő kellett. Megigényeltem a földrészeket, megkaptuk a falutól, beültettük szőlővel, tehát saját házi vörösborunk, fehérborunk van. A pálinkát is egyedül főzzük. Bemutatom mindjárt majd, hogy merre is található az. És ezt már 2002-től csináljuk. Hogy lehet ezt jól fotózni, hogyha mondjuk... Nézzetek!